Az 1993-as győr-mérfőcsanaki adattár szerint a községben 5 esztergályos tevékenykedett. Közülük az egyik volt Borsodi László, akit a szülei eleve mesternek szántak. Arra azonban nem gondoltak, hogy fiúkból a General Motors fontos beszállítója lesz, akinek munkája ott található az Opel gyártósorok szinte mindegyikében. Arra pedig László sem gondolt, hogy az új évszázadban hamar kinövi a családi ház mellett felépült műhelyt, és igazi üzemcsarnokkal koronázza meg eddigi sikereit és alapozza meg a családi vállalkozás jövőjét. Én második fiú voltam, úgyis tervezték elég parasztok, hogy az első a föld, a másikból mester lesz. Hát valahogy így alakult, mester lettem. És hát azt csinálom, amihez borzasztóan szeretek. A régi mesterek, azok világot jártak, és megpróbálták külföldön is elsajátítani azt, amit lehetett. Ha jól tudom, ez magával is így volt. Igen, a véletlen folytán, ugye 69-ben tanácsi szervezésben az akkori NDK-t próbáltuk munkaerővel, ugye ismert okok miatt kisegíteni, és én annak idején akartam tovább tanulni éppen, és akkor felmerült ez a dolog is, hogy esetleg kimenni NDK-ba, megnézni ezt a más kultúrát, szakmát, stb. És a apámnak a parasztember létére úgy érzem nagyon bölcsen tanácsolta, hogy menjek ki. A vállalt 3 évből végén 5 év lett, és most azt mondom utólag, hogy nagyon jól döntöttem. Igaz, nem tanultam tovább, de viszont úgy szakmailag, és egy másik nemzet, egy másságnak a megismeréséből én szerintem nagyobb hasznom lett későbbiekben. Amikor visszajött, akkor a gyökerekhez is visszanyúlt egy kicsit, ugye? Még a NDK-ba én megnősültem, és akkor abban az időben is ugye szerettem volna önálló lenni, ez azt jelentette, hogy a házat kellett építenem, családi házat szerettem volna, és elkezdtünk állattartással foglalkozni. Először bikával, később feleségem kiszámolgatta, hogy a disznó hizlalással, elletéssel több profitot tudunk szerezni, és így elkezdtünk azzal foglalkozni. És 5 év kemény munka után lakható állapotba hoztuk a családi házunkat, és akkor azt abba is hagytuk. Azért, hogy az ember eredményt érjen, azért kőkeményen, hosszú távon, húzósan kell dolgozni, és én talán ezt hoztam otthonról, és valahogy ez úgy összejött. Tehát mindegy volt bármit, hogy csináltam, mindent jókedvvel csináltam, én nekem furcsa, hogy soha nem gondoltam rá, hogy ezt nem szeretem. Mindig azt csináltam jókedvvel, szorgalmasan, ami éppen az élet hozott. Vannak gyermekei, mit akar örökíteni a gyermekeire? Hát azt hiszem ugyanezeket a gondolatokat, hogy csak az elvégzett munka, és csak a tisztességes munka. Tehát én úgy mondom, a tisztességes munkával is lehet valahova jutni. Ezt nagyon szeretném, ha ezt megtanulnák, de azt hiszem, hogy jó úton haladnak. Nem túlságosan sokan hordanak nemzeti színű zászlót, kitűzőt. Én már régen is beszélgettem magával, akkor 2 zászló között beszéltünk, és az egyik a magyar zászló volt, a másik pedig a cégének, a cégére tulajdonképpen a cég zászlója. Tényleg nagyon sok multival vagy kapcsolatom, és egy kis büszkeség van bennem az, hogy én ővelük leülhetek tárgyalni, az, hogy itt közéjük telepszem, hogy úgy mondjam, azért, hogy kiszolgáljam őket, hogy profitot szerezzek, tehát valahogy ezért. Önnek Alföldön is van vállalkozása. Mi az, amitől Mérfőcsanak más, mint az összes többi hely, amit úgy egyébként ismert külföldön vagy itt Magyarországon? Hát ezen így soha nem gondolkoztam, de így, ahogy a kérdés elhangzik, érdekes módon lehet, hogy Mérfőcsanak azért is az átlagnál talán mindig jobb egy kicsit, épp azért, mert itt többfajta nép keveredett nagyon hosszú idők óta össze. És lehet, hogy most tényleg egy spontán gondolat, hogy az az Németországban eltöltött 5 évem is belejátszik abba, hogy most itt állhatunk a Győri Ipari Parkba, és talán ez a keveredés, a másságnak az elfogadása, a más gondolatoknak a megtanulása, megértése, lehet, hogy mind ez játszik közre, hogy a Mérfőcsanak én szerintem az országos átlagnál magasabb színvonalon él. Amikor vagy 30 évvel ezelőtt nekilátott ennek az egésznek, ennek a tervnek,
talán akkor nem is minden pontján megfogalmazott tervnek a végrehajtásához. Úgy őszintén a kezét a szívére téve biztos volt abban, hogy mondjuk úgy az ezredfordulóra eljut oda, hogy egy ipari parkban egy most épülő, majdan elegáns iroda és üzem tulajdonosa lehet? Hát nem, ez annyira elképzelhetetlen lett volna, de hadd mondjam, ez még 10 évvel ezelőtt is. Hát 20 meg 30 éve, ne is beszéljünk. Ha valaki nekem azt mondja, még 20 éve is, hogy én akár egy 5 vagy 10 embernek a vezetője lehetek, azt is nagyon-nagyon kimosolyogtam volna. Azt hiszem, az a egy dolog a lényeg, hogy az embernek mindig legyen célja, egy rövid, egy közép, meg talán egy hosszú, és azért kőkeményen dolgozzon, de talán nagyon fontos az, hogy ezek olyan célok legyenek, ami elérhető. Én fiatal koromban nem akartam Mercedes-t venni. Én egy 600-os Trabant kombit szerettem volna. Tehát az egy reális, nagyon kemény munkával, de reális elérhető cél volt anno 69-ben. Azt hiszem, ez nagyon lényeges. Prohászka Otto mémfőcsanaki lakos sorsában kevés a különös elem, hiszen a 80-as évektől kezdve sokan érezték, milyen kevés teret enged az állami tulajdon a teremtő gondolatnak és akaratnak. Társaival együtt eldöntötték, akár mindenük kockáztatásával élelmiszeripari vállalkozásba kezdenek. Első épületük egy elhanyagolt italbolt volt. Aki ma csak egyetlen pillantást is vet üzemükre és annak környezetére, megérti, miben is áll a tulajdon szentsége. Melyik év volt az élete legfontosabb éve, ha most úgy visszagondol? Én szerintem 1986 az indulás évét tartom annak, mert hihetetlen bátorság kellett azért ezt elindítani abba az időbe, amikor szinte bárki, akivel beszéltem, mindenki csak a lebeszélésem volt, és hogy felelőtlen kockázatot vállalok a családom miatt, magam miatt, kollégáim miatt, hogy merem én ezt megtenni. És mégis, megtettem. Ha mondjuk itt a helyemben egy bankár, vagy egy multinacionális cég vezetője ülne, és azt mondaná, hogy nézze, épületestől, virágostól, piacostól együtt én megveszem magát, írjon egy csekre annyit, amennyit rá akar írni. Mit írna rá? Visszaadnám a csekket, mert ennek nincs ára. Ez az életünk.